A Nyílt Nap idei szlogenje Egyetem lettünk. A rendezvényen az iskola valamennyi intézete bemutatkozott, a standoknál több ezer felvételi előtt álló fiatal állt meg. Kemecséről jöttem, és az igazság az, hogy szeretnék itt tanulni, mert ide járok szakközépre, és érdekel az informatika egyéb szakai. A Nyílt Nap megnyitóján a rektor kiemelte, felsőoktatási szakképzés, alap- és mesterképzések is elérhetőek a Nyíregyházi Egyetemen, de az egyik legfontosabb az osztatlan tanárképzés. Ezek mellett újdonság is elérhető az intézményben. Ami igazi újdonság a mérnökképzési területen az úgynevezett duális képzési forma. Itt ez alapképzés, tehát 3 éves képzés, ugyanakkor nagyon komoly gyakorlati ismeretekre tesznek szert azok a hallgatók, akik ide nyernek felvételt. Ez vadonatúj, ez most indul. Én nagy reményeket fűzök hozzá, hiszen gyakorlati ismereteket ad, munkát ad, jövőt adhat a hallgatóknak. Ebből van 4 képzésünk pillanatnyilag. A tájékoztató előadások mellett intézeti és tanszéki bemutatókat is tartottak az érdeklődőknek. A Nyíregyházi Ötvös gyakorlóiskolából jöttem. Az agrármérnök ilyen környezetvédelmi dolgok érdekelnek, igazából élelmiszermérnök, de más dolgok iránt is nyitott vagyok. Így, hát, érdeklődöm inkább. A 2016-os felvételi eljárás egyik legfontosabb dátuma február 15-e, eddig adhatják le jelentkezéseiket a leendő hallgatók.